Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Matuska Barbara vagyok. Matuska Zsolt vagyok. Én is szeretettel köszöntöm Önöket. Mi vagyunk a PPH egyik vezető házaspárja. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade ZRT, a Nyílt Akadémia, és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet- és emberismeret fejlesztő képzésén. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. Nekem a PPH előtti foglalkozásom fölmérő volt, mára viszont a PPH tanulói csapat szervezés a fő tevékenységem. Békés Csabán élek feleségemmel és kislányunkkal. Azért kezdtem a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert nagyon megtetszett az a küldetés és az a cél, amit Szedlacsik Miklós az emberek fejlődéséért és a bolygónk jövőjéért tűzött ki. A Nyílt Akadémia ember és életjobbító kócsképzése által az életemben egyre jobban tudok bánni az életem összes területével. Az én foglalkozásom a PPH előtt fogászati asszisztens voltam, egészségügyben dolgoztam, viszont mára már a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységünk. Békés Csabán élek férjemmel, kislányunkkal, Abigaillel. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert szerettem volna egy olyan közösségbe tartozni, ami előre visz, és szerettem volna az életemben felmerülő problémákra, kérdéseimre választ kapni. A Nyílt Akadémia ember és életjobbító coach képzései által az életemben jobban tudok bánni az emberekkel, és az életemben felmerülő problémákat már leginkább feladatként kezelem. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egy teljesen egyedülálló a mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével négy területen érte a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból kettő teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkóst, hogy jöjjön és tartsa meg az előadást nekünk. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem mindenki jól hall, jól lát. Jelenlegi világgal mennyire vagytok elégedettek? Mi a gond a jelenlegi világgal? Vagy az elnyomás. Nincs jövőkép. Hibás jövőkép? Van itt egy gondolat. Ugye most volt lehetőségünk arra, hogy megfigyeljük az embereket. Hétig megfigyeltük az embereket, ugye a vezetők közösen figyelgettük az embereket. És akkor teljesen arról szól a történet, ami itt ebben a mondatban olvasható. Hát az emberek azt hiszik, hogy a minél több pénzköltés miatt élnek. Hát ugye akinek nincs elég pénze, az azt hiszi, hogy azért él, hogy túléljen. Mert csak egy gond van. Hogy van egy lelked, amely halhatatlan.
És ha nem lenne lelked, akkor nem lennél képes gondolkodni. És nem lennél értelmes lény, hanem mondjuk ilyen, ha nem lenne lelked, akkor ilyen majom szinten élnél körülbelül. Kicsit értelmesebb lennél, mint a legfejlettebb majom, de nem sokkal. Na most, ugye az ember azért értelmes, azért tud gondolkodni, mert van benne egy olyan energialény, amely révén erre képes. És hát ez a lélek, az mit gondoltok, miért van itt? Miért rakták bele az emberbe ezt a lelket? Hát azért, hogy minél több pénzt költsön az ember? Na most a minél több pénzköltésben csak úgy megkérdezném, mi a lotus pictust? Kukac. Tanultak. Hm? Mit? Tehát életedben a pénzköltésből mit tanultál? Hát legfeljebb a könyvre költötted, vagy valami képzésre, nem? Hát abból tanultál. De egyébként. Tehát a legtöbb ember a pénzét azt nem könyvekre költi, nem? És nem tanulásra fordítja, nem? És mondok példát, jó? Tudom én, üdülő tulajdonos, azt nem tudtuk, hogy hány üdülőnek a tulajdona, tehát van a tulajdonában, tehát üdülő a tulajdonos, és hát végül azt sem tudtuk pontosan, hogy most hogy volt ott, mint volt ott, de ott két férfi, az egyik egy fiatalabb, egy olyan 40 lehetett, a másik olyan 50 lehetett, az egyik ilyen nagy darab, nagyobb darab, magas, a másik meg ilyen alacsonyabb, az idősebb az ilyen alacsonyabb, kisebb, vékonyabb. És mint kiderült, ez a nagyobb darab, ez rendelkezett 4 darab több mint 300 lóerős motorra. Érted? Ilyen versenymotorokkal. 4 darab. Hát mert ő keftelésből motorversenyekre jár. Tehát keftelésből. Tudod, mennyibe kerülhet egy ilyen keftelés? Mert nem hiszem, hogy nyer, mert ugye az ilyen versenyeken az a jó, ha minél több, minél kisebb valaki. Mert minél kisebb, annál könnyebb. Érted? És még a Forma 1-be is számít, hogy hány kilós a sofőr. Érted? Akkor gondold végig, pedig azok több mint 1000 lóerős járművek, és számít, hogy hány kilós a sofőr. Akkor mennyire számíthat mondjuk egy 370 lóerős mocinál, érted? Hát ott is számít. Meg ugye a légellenállás szempontjából sem mindegy, hogy ki mekkora. Főleg ugye a motoron. Jó, tehát ez volt a nagy darab. Tehát kellett neki az a... az az élete célja, hogy adrenalint kapjon, ő a motorozással adrenalint kap. Érted? Hát mert különben miért versenyezne, ha nem az adrenalin miatt? Ugye az eléggé extrém sport a motorozás. Tehát gyakorlatilag ugye jómódú ember, és az a célja, hogy szórja a pénzt, érted? Szó szerint. Tehát mit tudom, elmegy egy versenyre, az több millió forintjába, átszámítva, több millió forintjába kerül, érted? És nem hiszem, hogy sűrűn nyert. Na akkor ha megnézzük a másikat, a másik az később jött, a kicsi, az idősebbi,
vagy kisebb és idősebb, az pedig jött egy teljesen vadi új, ilyen kupéjen e-tronic vagy mi, a Mano Audival, vadi új, még olyat nem is láttam, érted? Tehát ha az ugyanán nincs 50 millió, akkor semmi, érted? És de mondjuk a ugye a 5 apartmanban, amiben voltunk, nem volt szemetes kuka egyikbe se. Tehát arra már nem volt pénzük, hogy szemetes kukát rakjanak az 5 apartmanban. Érted? Tehát fogták és ilyen kukás zacskókot ki voltak nekünk rakva, hogy rakjuk abba a szemetet, és ezért nem volt, hát kukára nem volt pénzük, érted? Hogy nem volt. Tehát senkinek az 5 apartman volt, ugye, mert 5 apartman volt abban a villában, és az 5 apartmanból egybe se volt kuka. És úgy megjavítva, megszerelve dolgok sem voltak. Tehát jó, hát azt mondtuk, hogy Balkán. De ennyire, szóval igen. Szóval most gondoljátok bele, és hány ilyen ember van a Földön, aki így szórja a pénzt, érted? De szó szerint a milliókat, 10 milliókat, most forintba átszámítva, érted? És közben gyakorlatilag mi az életük célja? Sőt, megkérdezném, mi az életük értelme? Mit gondolnak, miért születtek le? Tehát azért, hogy szórják a pénzt? Hát gondoljátok végig, a pénzszórás az az ördög fegyvere. Szó szerint, most nem vallási előadást tartok, nehogy félreértsétek. De a pénzzel akarják megvásárolni az emberek lelkét, a lentiek, az ördög fiókák. Érted? Lucifer gyermekei. Szó szerint ez nem mese, ez nem vicc, ez nem vallási filozófia, ez tény. Tehát az előző emberiség mikor eltávozott erről a bolygóról, előtte volt egy háborúja a gonoszokkal, érted? Tehát ez a 7. emberiség, a gonoszok, tudjátok, azok nem emberkinézetűek, hanem igen-igen ahhoz hasonlítanak, amiként az ördögöket ábrázolják. Oké? Okay? És az emberiségnek, az előző emberiség azért távozott a bolygóról, mert vívtak egymással ez a két faj, mert mind a kettő itt volt a bolygón, csak az egyik az Eurázsia területén, Afrika területén az emberiség, a másik meg Amerika területén. Ezek a, egyébként csak úgy mondanám, hogy hüllőfajták. Tehát hüllőfajták. Tehát lényeg az, ugye az egyik az emlős, a másik, tehát mi emlősök vagyunk, ők pedig humanoid hüllők. Csak ugye mit tudni a humanoid hüllőkről? Hát azt, hogy hidegvérűek. Oké, tehát a hüllők azok hidegvérűek. És ha ezt a szót hallod, hogy hidegvérű, mi jut eszedbe? Hát rögtön az, hogy hidegvérűen ezt csinálja, hidegvérrel azt csinálja, hidegvérrel gyilkos, stb. Stb. Tehát ami azt jelenti, hogy a hidegvérűekre az a jellemző, hogy nincsenek érzelmeik. Érted? Nincs bennük könyörület, nincs bennük sajnálat, nincs bennük együttérzés. Oké? És ezekkel vívták a csatájukat, az utolsó ilyen nagy kétfaj közti csata az akkor volt, mikor az előző emberiség eltűnt, csak nem jutottak dűlőre a csatában, és már odafajult a dolog, hogy elpusztul a Föld, mert magasabb technológiával rendelkeztek, mint most mi, és jöttek a fentiek, és akkor
megszüntették a konfliktust. El kellett költözniük a hüllőknek, az emberiségnek is el kellett költözni, tehát mind a kettőnek el kellett költözni. Egy új emberiséget létre kellett hozni, és abból az elköltözött hidegvérű fajból egy kis csoport lemenekült a föld mélyére. És sok ezer éve a föld mélyén ott van. Mit gondoltok, miért mondják, hogy a ördögök a föld mélyén, a föld alatt? Mert így van. Oké? Okay. És azóta ők úgy tudnak szaporodni, hogy az emberi lelkeket megszerzik. És az emberi lelkeket csak megvásárolni lehet. És tudod, mivel lehet a legkönnyebben megvásárolni az emberi lelkeket? Vagyonnal, nem pénzzel, vagyonnal. Oké? Okay? Ami azt jelenti, hogy még a saját élete folyamán csábítják őt a vagyonnal, a hatalommal. Érted? A hatalom és a pénz, a vagyon csábítása, nem is a pénz, inkább azt mondom, hogy vagyon, a vagyon csábítása az az ördögi terv része. Érted? És ez nem, mondom, nem vallási filozófia. Én ezt tudom, hogy így van. Van egy olyan képességem, hogy a fentiekkel kapcsolatban állok, kommunikációban. És elmondják nekem azt, hogy mi volt, mi van, mi lesz ezen a bolygón. Persze, ha lesz, az több esélyes. De az összes esélyt tudom, mert az összes esélyt elmondták. És az, hogy mi lesz a jövőbeni esély kimenetele, az csak tőlünk függ, emberiségtől, senki mástól. Oké? Okay? Tehát az emberek nél elérték azt, hogy nézd meg, hogy a legtöbb ember, aki vagyonnal és hatalommal rendelkezik. Hát én inkább azt mondanám, hogy mind. Tehát nagy vagyonnal, nem kis vagyonnal, tehát nagy vagyonnal rendelkezik. Tehát olyan nagy vagyonnal, hogy szórhatja milliókat, tízmilliókat, akár dollárban, érted? Tehát most arról beszélek. Vagy akár a milliárdokat szórhatja. Tehát akik nagy vagyonnal rendelkeznek, tudsz olyat, egyet is, aki tisztességes. Hát eleve gondold végig, ha valaki tisztességes, akkor az úgy működik, hogy élni és élni hagyni, ami azt jelenti, hogy megosztja a hasznát másokkal, kik kell, akik részt vettek a haszon létrehozásában. Az a helyzet, tudjátok, hogy a milliárdosok, vagy a nagyon gazdag emberek nem egyedül érték el a milliárdjukat, meg a nagy gazdagságukat, hanem mások segítségével, és úgy érték el, hogy másokat kihasználtak. Kizsákmányoltak, szó szerint, így van. Szó szerint. Tehát, hogyha valaki kizsákmányol más embereket, kihasznál más embereket, az nem tisztességes ember, az tisztességtelen. Oké? Okay? Tehát egyetlen egy olyan embert nem tudok, nem ismerek a bolygón, aki nagy vagyonnal rendelkezik, és hatalommal is rendelkezik, és tisztességes lenne. Egy sincs. Mind lepaktált. Ha nem közvetlenül a lentiekkel, hanem akkor a lentiek által manipulált, nálánál nagyobb hatalomban lévő emberrel. Világos voltam?
És ez úgy működik, hogy világos legyen, hogy ezek a lentiek sokkal jobb képességekkel rendelkeznek, mint mi emberek. Körülbelül olyan képességekkel, tehát én most nem technikáról beszélek, szellemi képességekről beszélek. Olyan szellemi képességekkel rendelkeznek, mint a fentiek. Oké? Tehát szellemileg ugyanolyan fejlett lények, sőt technikailag is ugyanolyan fejlett lények. És ezek a lények képesek arra, hogy akit úgy látják, hogy szükségük lenne az ő befolyására, mert hatalmon van, és vagyonos, akkor fogják és behipnotizálják. Na most ugye tudjátok, vagy nem tudom mennyire tudjátok, hogy a hipnotizált személy a legutolsó személy, aki elismeri azt, hogy ő hipnotizálva van. Érted? Vagy tudja, hogy ő hipnotizálva van. Lehet, hogy már mindenki tudja a környezetében, csak éppen ő nem. Érted? Ez így működik. És a lentieknek csak azt kell elérni ahhoz, hogy valakit behipnotizáljanak, tehát hipnotizáljanak, hogy ne legyen jó állapotú, jó hangulatú. És a vagyonnak van egy csapdája. Tudod, mi a vagyonnak a csapdája? Az, hogy minden vagyonos ember fél attól, hogy elveszíti. Mondom, fél attól. Tehát a vagyonos emberek ezáltal nagyobb félelemben vannak, mint az átlag emberek. És a félelem miatt nem tudnak a vagyonos emberek jó állapotúak lenni. Én még nem láttam jó állapotú vagyonos embert életemben. Soha. Még a médián keresztül sem. Oké? Tehát most nagy vagyonúról beszéltem. Tehát ami annyit jelent, hogy gondoljátok végig, hogy mivel nem jó állapotúak, és mivel hatalmuk van, és mivel befolyásolni tudják ők az embereket a hatalmuk révén, hát milyen egyszerű őket manipulálni. Behipnotizálják őket, és onnantól kezdve, mint egy bábuk, úgy mozgathatok, úgy irányíthatok. Szó szerint. És azt csinálják, amire irányítják őket. Világos ez? Na most csak egyetlen egy probléma van ezzel, tudod? Az, hogy a hidegvérűek, azok alacsony rezgésűek, és nem jó szándékúak. Tehát minden alacsony rezgésű lény a világegyetemben, függetlenül attól, hogy értelmes, vagy nem értelmes, nem jó szándékú. Oké, te láttál már jó szándékú hüllőt? Még a teknős sem. Beengeded a, mit tudom, a teknőst, beengeded a, mit tudom én, a halastavadba, érted? A, mondjuk az aranyhalak közé. Ezt egy idő után már nincs is aranyhal. Csak teknős. Érted? Tehát mert vannak, akik tartanak hüllőket. Hát most a legtöbb ember, főleg a múltban, irtózott a hüllőktől. És akkor most már csinálnak olyanokat. Ezelőtt egy olyan 35-40 évvel kezdték, hogy hüllőjátékokat csinálnak. A süsüvel kezdődött, persze. Ahova kezdődött, de nyugaton lehet, hogy már előbb csinálták. És játékok, tehát hogy a gyerekek barátkozzanak a hüllőkkel. Tehát az én gyerekkoromban nem voltak hüllőjátékok semmilyen formában.
és valaki látott egy hüllőt, azonnal megölte. Érted? Nem vicc, ez komoly. Az lehetett bármilyen kígyó vagy gyík, első dolga volt az illetőnek, hogy ha csak egy módja volt, megölte. Oké? Manapság. Na, hüllők, barátok. Nézd körül. Csomó hüllős film van, hogy hagyd barátkozzanak az emberek a hüllővel. Jó? Tehát ez mind a manipulációnak a része. Tehát mondom, ők úgy tudnak szaporodni testileg. Lelkileg ugye nem tudnak szaporodni, mert ugye a lelket a teremtő teremtette, aztán számukra nem teremt újabb lelkeket. És hát akkor hogy csinálják? De ha megszerzik az emberektől a lelket, akkor tudnak testileg szaporodni. És az ember annyira bárgyú, sajnos, hogy erre még vevő is. Csak ugye az emberek nem ismerik azt, hogy ugye azért a pokolról rengeteg negatív információ van, és pozitív az egy szál se. Ami azt jelenti, hogy a rosszindulatú gonosz lények az ott nem érzi egy lélek jól magát. Érted? Tehát ahhoz nekik azt el kell érni, hogy te alacsony rezgésű legyél, nagyon rossz hangulatú legyél, és nem tudom, mikor te rossz hangulatban vagy, akkor jól érzed magad? Tehát most gondold végig, az azt jelenti, hogy onnantól kezdve, ha megszereznék a lelkedet, csak úgy mondom példaként, megszereznék a lelkedet, onnan nincs visszaút. Ami azt jelenti, hogy egy folyamatos rossz hangulatban lennél, mint lélek, alacsony rezgéssel. Érted? És onnan nincs visszaút. Tehát most gondold végig, te egy olyan lény vagy, aki fentről jött, azért jött ide a Földre, hogy rövidebb idő alatt több dolgot megtapasztalj, tehát sokkal rövidebb idő alatt sokkal több dolgot megtapasztalj, azért, hogy ebből tanulj, azért, hogy képes legyél különbséget tenni a jó és a rossz között, minden helyzetben, tehát mondom, minden helyzetben képes legyél a jó és a rossz között különbséget tenni, és soha ne cselekedj úgy, hogy a rosszat azt mások ártalmára használod, érted? Főleg a saját fajtád ártalmára, és ezért vagy itt, hogy jó, egyre jobbá válj és egyre több tapasztalatot gyűjts, de neked volt egy előző léted lélekként, felsőbbrendű lényként, milyen lényként? Nem emberként, hanem minimum angyalként, és ott te rengeteg tudást, információt megtapasztaltál, hiszen valószínűleg több tíz, több százmillió éves lelked van, hanem több milliárd. Ami annyit jelent, hogy azt a tudást, azt mielőtt leszülettél ide a bolygóra, elmentették, hogy visszakaphasd akkor, amikor a földi léteddel olyan szinten végeztél, hogy képes vagy, hogy képes vagy szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni. És ha erre képes vagy, akkor vissza tudod kapni azt a rengeteg tudást, amit már megszereztél
mondjuk angyali vagy isteni létformában. Na most ezt nem kapnád vissza akkor, ha lekerülsz. Világos ez? Akkor tudod, mennyi lenne a tudásod? Annyi, amennyit itt a Földön, ebben a létedben összegyűjtöttél. És mivel sikerült megszerezni a lelkedet? Gyakorlatilag az azt jelenti, hogy eladtad a lelkedet a gonosznak, érted? És ha valaki eladja a gonosznak a lelkét, akkor hogy nem boldog, az hold biztos. Tehát egy léleknek úgy kellene működni, hogy a szeretet legyen a lét eleme. Érted? Ehhez képest így látod az embereket? Hogy a szeretet a lét eleme? Hogy a szeretet mozgatja őket? Hogy a cselekedeteiket áthatja a szeretet? Ezt látod? Nem hiszem. De így kellene működnünk lélekként, érted? Emberként. Mert van bennünk egy olyan lélek, ami ilyen működésre próbál sarkalni minket, mióta megszülettünk. És ehhez képest így működnek az emberek? Nem. És akkor gondold végig, melyik lenne a jobb? Egy olyan létformában élni, ahol nincs szeretet. Ahol csak gonoszság van. Nyilván nem egymással a saját fajuk, a saját fajukat nem bántják. Néha összecívódnak, tudod, ugyanúgy, mint a krokodilok. A krokodilok sem ölik meg egymást, meg az azonos fajú kígyók sem szokták megölni egymást. Néha összecívakodnak, azt utána tovább mennek. Érted? De úgy élni, hogy nincs bennük szeretet. Érted? Nincs. És nem is lesz sose. Tehát van egy ilyen mondás, hogy kutyából nem lesz szalonna. Érted? Egy alacsony rezgésű lényből nem lesz magas rezgésű sose. De a magas rezgésűből tud lenni alacsony rezgésű. Érted? Csak mit kell csak elérni? Hogy minél több gondja legyen. És minél több valakinek a vagyona, annál több a gondja. Gondold végig. Tehát én nem azt mondom, hogy ne legyen vagyonod, ne legyen tulajdonod. Legyen, semmi gond nincs ezzel. Nekem is van. De nem mindegy, hogy mennyi vagyon gyűjtesz mások rovására. Illetve egy ember mennyi vagyon gyűjt mások rovására. Érted? Tehát mások rovására vagyon gyűjteni, azt úgy hívják, hogy bűn. Mások javára vagyon gyűjteni, az úgy hívják, hogy etikus cselekedet. Érted? Persze kell, hogy legyen fedél a fejed fölött, hogy legyen ruhád, stb. Stb. Érted? Tehát, hogy a szükségleteid ki legyenek elégítve, hogy jól érezd magad a bőrödben. Persze, hogy kell, semmi gond nincs ezzel. De ezen felül. Figyelj, régen azt mondták, hogy ugyanoda el lehet menni a Trabanttal, mint az 1005-ös Ladával. Az én leginkoromban ezt mondták. Most ugyanoda el lehet menni a Suzuki-val, mint az 50 milliós Audi-val, nem? Ugyanoda. Csak, tudod, az olyan ember, akinek 50 milliós Audi-ja van, ő akar lenni a ki, ha én nem. Érted? A ki, ha én nem. Na most, szerinted ez a ki, ha én nemség ké?
mód, ez etikus? Hát lentieknek ott természetes, persze, természetes, így van. De nem, nem itt, még itt sem. És akkor odafönt, odafönt meg aztán végképp nem. És gondold végig, hogyha egy olyan világban élnénk itt a bolygón, ahol az emberek szeretnék egymást. És amikor cselekszenek, mindig a szeretet indítaná őket. Érted? Vajon az jobb lenne, mint most? De azért nem kellene tenni, hogy ez így legyen. E felé megy a világ. Ha megnézed, úgy magától afelé megy, hogy az emberek szeressék egymást. Hát ha nem tesznek az emberek azért, hogy az emberek szeressék egymást, akkor hogy fog eluralkodni a szeretet ezen a bolygón? Sehogy. Tehát megnézed, magától megfő az ebédet? Rádugrik a ruha magától? Hát mi történik csak úgy magától? Semmi. Hát most ha nem teszel azért, hogy fölöltöz télen, akkor megfagysz, nem? Tehát az embernek tenni kell azért, hogy jobb legyen. Érted? Ha az emberek nem tesznek, főleg itt a jó emberekről van szó, a rosszak bőszen dolgoznak, ha megnézed. Kizsákmányolnak téged. Oké? Elhitetnek veled mindenféle baromságot, bőszen dolgoznak. Kihasználnak, bőszen dolgoznak. És a jó emberek mit csinálnak? A jó emberek meg karba tett kézzel várják, hogy hát ha jobb lesz. Érted? Tehát ha nem fested ki a lakásodat, kifestődik magától? Egyre szebb lesz, ha nem fested? Hogy fog kinézni egy idő után? Ha a ruhádat nem mosod ki, hogy fog kinézni egy idő után? Ha nem fürdesz, hogy fogsz kinézni egy idő után? És vajon szeretnek majd téged az emberek, ha nem fürdesz? Hát lehet, hogy szeretnének, de a közeledbe érkeznek, már nem annyira szeretnének. Hát gondold végig, magától valami megjavul. Láttál már olyat, hogy valami magától jobb lett? Lehet, hogy volt már olyan, hogy elromlott egy műszaki eszköz, és magától megjavult, de az sem magától. Oda ment egy jó rezgésű ember, és az ő rezgése révén megváltozott annak a műszaki eszköznek a rezgése, és helyre jött. Érted? Ilyen van, de ahhoz neki oda kellett menni, és ha nem ment volna oda, nem javult volna meg. Érted? Tehát a jó emberek most nem tesznek semmit azért, hogy egy jobb világunk legyen. Semmit. Azt gondolják, hogy majd magától megoldódik. Azt gondolják, hogy majd a hatalom megoldja ezt a kérdést. A hatalom be van manipulálva. Hát egyértelműen lehetett látni 2020 márciusától, érted? Hogy mi van a világban. Összebeszéltek. A hatalomban lévő emberek összebeszéltek. És ugyanazokat a baromságokat alkalmazták mindenütt. Itt a Föld nagy részén. Hát én azt mondtam akkor, hogy ennyi hülye hatalmon lévő ember nem lehet a bolygón. Hát nem létezik, hogy legyen. Hát be voltak manipulálva. Oké? De nem hiszem, hogy minden országban hülyék a vezetők. Nem hiszem. Hát csak az van, hogy manipuláltak. Tehát eladják az emberek a lelküket, és annál rosszabb nincs.
Oké? Tehát ami történhet egy lélekkel, annál rosszabb nincs, mint hogy egy gonoszt szolgál. Érted? Annál rosszabb nem lehet. De nem létezik egy lélekkel rosszabb, mint hogy a gonoszat szolgálja. Oké? Tehát a gonosz szolgálatából nem lehet kiszabadulni. Nincs a lélek, amely ki tudott szabadulni a gonosz szolgálatából. Tudod miért nem? Mert ott nem tud jobb rezgést elérni. Tehát egy olyan társadalmi forma az, ami alacsony rezgésű, és ott nem lehet magasabb rezgésű valaki. És ezáltal eszébe sem jut az, hogy ő jobb legyen. Érted? Ez olyan, mint hogy egy bűnözői csoport. A bűnözői csoportban eszébe, akik rendszeresen bűnöznek, eszükbe se jut, hogy egy azt mondja, hogy én jobbá válok. Ahhoz neki ki kell kerülni a csoportból. Érted? Erre egy kiváló példa a Bőnrejtély című film. Főleg az első rész. Ha valaki esetleg nem látta. Ugye érdemes ebből a szempontból megnézni, hogy akkor tud az ember kiválni egy gonosz működésből, hogyha abból a csoportból kiválik teljesen. De ameddig a csoportban van, nem tud mássá válni, érted? És ott nem tudja ott hagyni a csoportot. Most nem a Bőnrejtélyről beszélek, hanem arról, ha valaki eladja a lelkét. Érted? Ezt most azért mondom ezeket a dolgokat, mert itt van, megnézed, kicsit, ha foglalkoztál valaha a történelemmel, vagy valamennyire érdekelt engem nagyon egyébként, akkor láthatod azt, hogy itt voltak diktatúrák, voltak demokráciák, voltak ilyen kísérletezések a különböző társadalmi formákkal, volt liberalizmus ezen a bolygón, érted? És egy sem működött normálisan. Egy sem. Egy sem. Tehát az a fajta társadalmi forma, ahol nagyon sok ember választ egy képviselőt, az soha nem fog jól működni. Tudod miért? Mert nagyon sok embert egy ember nem ismerhet. Ami azt jelenti, hogy mivel nem ismeri őket, ezért nem tudja képviselni az érdekeiket. Világos voltam. Csak azoknak az embereknek tudod képviselni az érdekeit, akiket ismersz. Érthető ez? És minden olyan társadalmi forma, ahol ismeretlent választanak meg az emberek, az ide jut, ahova az összes társadalmi forma jutott. Azt azt jelenti, hogy igazságtalanságba fullad. Szó szerint. Minden társadalmi forma. Tehát egy ember, ha megnézed, te például igazán hány embert ismersz? Ha igazán megszámolod, hogy hány embert ismersz, szerintem két kezeden meg tudod számolni. Érted? Max a két kezeden, van aki csak az egyiken. De max két kezeden tudod megszámolni, hogy igazán hány embert ismersz. Tehát akit ismersz, igazából azt tudod képviselni. Világos ez? Tehát amíg ezen a bolygón nem lesz olyan választás, hogy azok választanak egyet maguk közül, akik igazán ismerik egymást, ezen a bolygón addig nem lesz igazságosság. Világos ez? Tehát ugye, ha megnézed, te már találkoztál olyannal, hogy azt hitted, hogy ismered, és közben megcsalt. Érted? Közben kiderült, hogy kár volt belefektetni a bizalmadat. Tudod miért? Mert szerepet játszott veled szembe.
ami azt jelenti, hogy te nem ismerted igazán. Mert ha igazán ismerted volna, akkor nem tudott volna veled szemben szerepet játszani. Világos ez? Tehát ő azt mutatta veled szemben, amilyen ténylegesen ő nem. Nem olyan. Érted? És te elhitted azt a szerepjátszását. És amikor kibújt belőle a valódi én, na akkor csalódtál benne. Világos ez? Tehát ezért mennyire fontos lenne, gondold végig, hogy az emberek úgy válasszanak maguk közül egyet, amikor jól ismerik egymást, mindenki mindenkit. Ezért általánosan ez úgy működik, hogy körülbelül 6-7 ember tudja egymást nagyon jól ismerni. Mindössze. Érted? Mindössze. És amíg nem olyan választások vannak, hogy 6-7 ember, aki jól ismeri egymást, kiválaszt maguk közül egyet, aki képviseli majd őket, addig nincs igazság ezen a bolygón. Világos ez? Szóval, egy olyan világban élünk, ami nem egy fizikai reformra számít, és nem egy fizikai reform kell neki, hanem egy szellemi reform. Mondhatjuk azt, hogy egy szellemi forradalom. Érted? Ahol az emberek magukban létrehozzák a változást. A saját gondolataikon keresztül, érted? Akár megéléseken, tapasztalataikon keresztül. Ahol elkezdenek különbséget tenni, amint az imént mondtam, a jó és a rossz között. És ehhez kell, hogy az ember tapasztaljon. De tudás nélkül nehéz tapasztalni. Ezért kifejlesztettem egy olyan képzésrendszert, ugye itt a sok-sok év alatt, mióta emberekkel foglalkozom, hogy ezekkel a területekkel tudjál bánni. És lehetőséget biztosítok mindenkinek arra, hogy gyakoroljon. Tehát ami azt jelenti, hogy ha nincs terep, akkor itt létrehozhat egy terepet saját magának. Mit jelent az? Hát ezeket kint lehet gyakorolni embereken. Ha például már nincs gyereked, vagy még nincs, semmi gond, itt vannak olyan emberek, akiknek van. Meg neked is lehetnek olyan embereid, akiknek van. És akkor tudsz nekik segíteni. Érted? Tehát ebből bármi hiányzik, már nincsenek mondjuk szüleid. De hány olyan ember van a világon, akinek vannak szülei? És tudsz nekik segíteni, hogy a szüleikkel jobban bánjanak. Érted? És ez minden területre igaz. Természetesen itt van az önmagad, mint te, saját magad legfontosabb kérdés. Mert hiszen minden belőled indul ki. Hát elég fontos lenne, hogy az ember tudjon bánni önmagával, nem? Független attól, hogy milyen korú. Tehát itt van ez a 10 terület, ami része az embereknek valamilyen szinten. Általában legtöbb ember felnőttként rendelkezik mind a 10-zel, vagy kellene, hogy rendelkezzen mind a 10-zel. És ha az ember jól működik az életében, ezeken az életterületeken, akkor a szükségletei megvannak, teljesen rendben vannak, és foglalkozhat azzal, hogy fejlődjön a lelke, és segítsen másoknak abban, hogy nekik is fejlődjön a lelkük. Érted?
És az ember tanul, fejlődik, akkor létrehozható egy olyan fajta társadalmi forma, amit úgy hívnak, hogy aranykor. Ahol nincs szükség pénzre, nem lesznek elnyomók, ebben segítenek a fentiek, hogy ne legyenek elnyomók. Oké? De ha mi nem csináljuk meg azt, hogy ezen a bolygón aranykor legyen, mi emberek nem csináljuk meg, akkor senki nem fogja megcsinálni helyettünk. Az aranykor egy olyan társadalmi forma, ahol az emberek szeretik egymást, szeretetben, békében és boldogságban tudnak egymással együttműködni. És tudod, hogy a szeretetnek feltétel nélkülinek kellene lenni? Tisztában vagy ezzel? És a most a legtöbb ember hogy szeret? Rengeteg feltételt belerak a saját szeretetébe, érted? Sőt, abba is, hogy más mennyire szeresse őt, még abba is belerak feltételeket. Oké? Nonsense. Mi azért vagyunk itt a bolygón, hogy olyan tudáshoz és képességekhez jussunk, hogy visszakerülhessünk abba a létformába, amiből jöttünk. Tehát sokan, képzeljétek el, itt a bolygón, a emberiség többsége úgy jött ide, hogy önszántából és segítő szándékkal jött ide. És ehhez képest hagyták az emberek magukat bemanipulálni, és utána bekerültek a reinkarnációs körforgásba. Akaratuk ellenére. Mert nem ezért akartak lejönni, hogy reinkarnációs folyamatba kerüljenek, hanem azért akartak, hogy egy élet során olyan tapasztalatokat éljenek meg, és olyan szintre juttassák el magukban a szeretet működtetését, hogy ez a jövőben ne legyen kérdés, hogy a szeretetet milyen formában használja, és mennyire nem él vele vissza. Oké? És hogy nem tesz olyan dolgokat, ami a saját fajtásának etikátlan, fajtására nézve etikátlan. Mi az etikátlanság? Erkölcstelen, tisztességtelen, becstelen. Oké? És itt van egy képzési rendszer, ami, csak gyorsan megmutatom hány képzésből áll, ami körülbelül jelenleg most 6 év. 6 év? Nem 6 nap, nem 6 hét, nem 6 hónap, jól értetted? Jelenleg 6 év. És egy hónap az kb. 30 óra. Oké? És 25 nagy témánk van. Volt olyan témánk, ami 8 hónapos volt. Egy téma a 25-ből. Oké? Na azért ne aggódjatok, nem 25 éves képzést tervezik. Ja? Csak 9 évest. Tényleg, akkor konkrétan 9 éves lesz. Tehát ha megnézitek, ugye elég gyorsan növekednek a képzési hetek, hónapok egy témára nézve. Tehát egy témára nézve. Jó, tehát itt van egy ráadásul egy olyan közösség, ahol azonos vagy hasonló rezgésű emberek vannak, akik egymással jól érzik magukat. Mondhatjuk azt, hogy egy szeretett közösség. De szó szerint mondhatjuk. Ahol jó egymással beszélgetni. Érted? Ahol az emberek jól érzik magukat. Végre egy olyan hely, ahol az emberek szeretik egymást, és jól érzik magukat egymással. Érted? És nem olyan dolgokról beszélünk, ami lehúzó, hanem olyan dolgokról beszélünk,
ami felemeli az embert. Mondhatjuk azt, hogy korszakalkotásban veszel részt. Veszünk részt. Eddig volt lehetőséged bármilyen korszakalkotásban részt venni? Most részt tudsz venni. Ez a korszakalkotás, ez le kell, hogy menjen 2035-ig. Érted? Tehát 2035-ig kell létrehoznunk ezt az újfajta korszakot, amit úgy hívnak, hogy aranykor. Nagy gond lesz, nagy baj lesz, ha nem fog ez megtörténni. Előre mondom. Azt tudom, hogy mi lehet a gond és probléma, mert erről is tájékoztattak. Erről videóimban már láthattok, díjmentesben is láthattok erről beszámolót, hogy amit elmondtam. Tehát lényeg az, hogy mindenféleképpen létre kell hozni. Tehát itt 2035 után csak aranykor lehet ezen a bolygón. Ezt csak előre mondom. Nincs más alternatíva ennek a bolygónak. Világos ez? Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak. Szeretlek benneteket, gyertek közénk tanulni, sziasztok! Köszönjük Szedlacsik Miklósnak, mesterünknek ezt a fantasztikus előadást. Mindig meggyőződöm az előadások után, hogy életem legjobb döntése volt, hogy elkezdtem a képzést, és mai napig is itt tanulok. Ha tetszett az előadás, és még nem vagy tanuló, akkor azt javaslom neked, hogy ne halagos tovább, kezd el a Nyílt Akadémiánál a tanulást, garantálom, hogy nem fogod megbánni, és az életed egyik, hanem a legjobb döntése lesz. A tandíj összege nagyon minimális, pont azért, hogy mindenki számára elérhető legyen. Kezdésnek, ha van 20 000 forintod, akkor az nagyon jó, mert annyi nem is kell hozzá. Az első havi tandíj 19.700, a második hónaptól pedig mindössze 9.800 forint, árgaranciával a tanfolyam végig. Ráadásul ilyen minőségű és színvonalas előadást, illetve a képzési sorozatot, amit kialakított Szedlacsik Miklós, nem fogsz találni még egyet a bolygón. Ez így van. Ilyen képletes áram. A szünet után önbizalomteremtő coach-képzésünk lesz, amelyen, ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételettel megtiszteltél, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik. 19.33-ig.